A pénzügyi ürese gárdáját fogadta a Kozár Michelin Kézilabda Akadémia a női NB1-B-s bajnokság negyedik fordulójában. Az első pillanattól kezdve keményen védekeztek, és helyzeteiket ezúttal gólra is váltották Gyulai László tanítványai. Már az első 30 perc után is 6-tal vezettek a házigazdák, majd a fordulást követően is ugyanaz maradt a játék képe, és a 40. percben már 10 gólos előnyt harcoltak ki a Kozár Michelini lányok. A meccsen időn túli szabaddobással Köpösdi Zsófia állította be a legnagyobb 11 gólos különbséget. Így 19-13-as félidő után 34-20-ra győzött a Kozár Michelin Kézilabda Akadémia. Korábban is ugyanúgy akartunk, azért ugye itt nagyon komoly ellenfelekkel játszottunk, hiszen ugye az Eger a listavezető, Algyő a másik vagy harmadik, Komárom ugye ugyanúgy élcsapat, tehát nagyon-nagyon nehéz volt, és felhívtam a lányok figyelmét arra, hogy itt ugye 2 éven keresztül hazai pályán kikaptunk, 1-1 góllal a Pénzügyörtől, és nagyon szerettük volna ezt megszakítani. Majd rengeteget dolgoztunk és videóztunk, hogy hogyan készüljünk belőlük. Azt gondolom, hogy nagyon szépen megoldottuk a feladatot. Amreny Szemmerrok Dóra 4 gólig jutott a Pénzügyőr elleni találkozón. Szerintem hallgatnak egyébként, és nagyon kis alázatosabb dolgoznak, ugyanúgy, ahogy mi is, és egy a célunk, úgyhogy mindenki beáll a sorba, én úgy gondolom. Mi nagyon úgy készültünk, hogy szeretnénk a mi akaratunkat érvényesíteni, és ez hál' Istennek az elejétől fogva sikerült, úgyhogy szerintem nagyon jó hangulatú meccs volt, mind a szurkolóknak, mind nekünk belülről. Gyulai László tanítványai kupameccsel folytatják. A Kozár Michelin Kézilabda Akadémia a Vasashoz utazik október 2-án.